Ez a Csisztu Sportcast, az elgondolkodtató vitaműsor, ahol a sportélet nagyjait dr. Csisztu Zsuzsa kérdezi. Ufók, kicsit őrültek, lehetetlen küldetést keresők? Nos, ezek mind elhangzottak velük, vagyis azon extrém és ultra sportolókkal kapcsolatban, akik a vendégeim voltak tavaly a Csisztu Sportcastban. Szeretettel köszöntök mindenkit, folytatjuk ezt a különleges sorozatot, az úgymond best of epizódokat. Ma kétszer-két olyan ultra sportolót engedek virtuálisan össze itt ebben a műsorban, akiknek húsba vágóan őszinte és sokszor nekünk is tükröt tartó gondolataiból kiderül, hogy a fotelben ücsörgésen kívül szerintem sok mindenre mi is képesek lennénk, ha igazán akarnánk. Besenyei Péter és Mányoki Attila sosem találkoztak össze, csak itt nálam a műsorban, illetve Szőnyi Ferenc és Rakonczay Gábor olyan párost alkotnak, akik képesek még egymást is inspirálni, akár egy Ultra-Balaton futáson. Na, kössük fel, amink van, mert hogy jön 4 könnyed léptű, de mégis nagyon fajsúlyos magyar ultrasportoló. Tartsanak velem! 6 éves koromig nem láttam a repülőgépekből semmit, és amikor oda költöztünk a repülőtér mellé, akkor életemben össze ott láttam ilyen gépeket. Ráadásul ezek műrepülőgépek voltak. Akkor készültek a 62-es műrepülő világbajnokságra a magyar csapat. És azt én gyerek felőtt a kertünkből szinte végignéztem, hogy bukfenceznek, dugóhúzódnak, orsolnak, és engem azt teljesen megbabonázott. Ennyi volt tényleg? Egy kész szerelem első látása? Szerelem, igen. De ez nyilván sokáig plátói volt. Tehát én sokáig csak a kertből néztem, később kimentem a repülőtér sarkába, gyalog vagy kerékpárral, és a lefőszálló gépeket nézegettem. A repülőtérre nem merészkedtem be. Ott a sövény mögül nézegettem a gépeket, és tulajdonképpen ezek nekem olyan misztikus emberek voltak, olyan ufók, hogy eszembe se jutott sokáig az, illetve soha, hogy én is lehetek pilóta. Ez olyan titkos vágy volt, amit nem lehet elérni nyilván, meg se próbáltam, annyira misztikus volt. És hát már szakközépiskolában jártam, másodikos voltam, amikor egy évfolyam társamról megtudtam, hogy Dunakeszin vitorlázó repül, tehát sportrepül. És akkor ismertem fel, hogy jé, hát ez egy ilyen földi embernek is megadatik, vagy lehetséges. És akkor őt kifaggatva kerültem az akkori MHS repülőklubba. Az alapmotiváció az gyerekként is az volt, hogy valamiat létrehozni, ami úgy megmarad az ember után is. És akkor én művészeti pályán tanultam sokáig, tehát középiskola és egyetem is művészi vonal, és akkor abba képzeltem el ezt a dolgot, utána alkalmazott művészként képzeltem el. Közben a sport azért gyakran előjött, és aztán így valahogy átfordult, hogy végülis a sport is egyfajta önkifejezés, egyfajta alkotás. Megmutatom, hogy én mire vagyok képes, van annak egy üzenete, rengeteg ember tud motiválni, inspirálni, tehát nem egy önmagáért való cselekmény, hanem egy, még az Antarktiszon egyedül gyalogolva is, ez nagyon-nagyon sok ember tud ebből meríteni. És valahogy így egy idő után megtaláltam benne a idézőjelesen, de a művészetet és egyfajta alkotást. Attila, sósvíz vagy édesvíz? Sós. Fehérbor. Figyelj, veled tartok, őszintén szólva. Ha lehet válogatni, akkor mindenképpen. Sós. De miért? Azért, mert más lesz az ember fajsúlya, vagy miért? Hát azért a sós az sokkal durvább tud lenni. Tehát azért kérdezem, hogy ugye, akkor az előnyei mellett azért van hátránya bőven. Persze, mind a kettő mellett azért van pró és kontra, de összességében persze, hogyha választani lehet részemről, akkor inkább a sós, és azon belül is inkább az óceán az, amit nagyon szeretek, mert ott borzasztó micsoda erők dolgoznak, és ilyen szempontból a tó az majd, hogy nem egy steril környezet. Tehát sokkal inkább ugye tud az ember figyelni magára a fizikai teljesítményre, mert nem kell, hogy a figyelmét és a koncentrációját olyan jellegű dolgok is esetleg elvonják, mint ugye akár az élőlényektől kezdve az olyan jellegű áramlatok, a hullámoknak a mértéke, tehát azért számos olyan tényező van, amire a tóban nem igazán kell figyelmet fordítani, de mondom, pont emiatt érzem azt, hogy számomra maga az óceánnak például az ereje az, ami engem nagyon-nagyon magával tud ragadni. Sosem értem azt, hogy hadd repüljek el a sziklahasadékon, vagy éppen szállják fel az Erzsébet hídról, vagy éppen szállják fel a rakpartra, vagy ilyen érdeket a idézőjelben cirkuszi dolgokra én sosem jelentkeztem. Engem erre mindig megtaláltak. akárcsak a Korinthus csatornában való repülés, vagy egyéb más ilyen dolgokra megtaláltak, és ha én úgy ítéltem meg, hogy az egy észszerű helyzetben, egy észszerű körülmények között vállalható, és nem jelent extrém kockázatot, akkor elvállaltam. Mert persze, de ezek úgy néznek, Péter, ne haragudj, hogy ezek extrém kockázatot jelentenek. Nem. Nyilván az, hogy mi a veszélyes, az mindig azon múlik, hogy ki, mikor, mivel, milyen felkészültséggel, milyen körültekintéssel, milyen előkészülettel, milyen technikával, milyen körülmények között csinálja. Tehát lehet veszélyes a kerékpár, lehet veszélyes egy sima kajak, ha azt nem észre csinálják, és nem megfelelő hozzáállással, nem megfelelő rutinnal. Tehát nyilván én nem azt mondom, hogy egy nagyon kezdő pilóta, egy akármilyen kis egyszerű kis Cessnával vidáman tudna repkedni bármilyen híd alatt, akár Kínába, akár Italán, nyilván nem. Tehát mindig azon, mindig azon múlik, hogy milyen rutinnal, milyen felkészültséggel és milyen alázattal, milyen körültekintéssel. Akkor az érdekel. És azért az, hogy elrepülni egy híd alatt, az nem más, mint egy pontos repülés. Ha. És a maga műrepülés erről szól. Én azt szoktam mondani, hogy semmi nem veszélyes, amíg a saját korlátaidon belül csinálod. Tehát ugye nagyon-nagyon sok ember ott veszít, és sajnos most idézelbe az amatőr oldalon, nincsenek tisztában a valós képességeinek a határával. De hát nálad nincsen határok. Tehát nem, van csak jó messze. Azért nekem is még vannak olyan dolgok a fejemben, amit jelenleg nem tudom, hogy hogyan tudnám megvalósítani majd esetleg. Még nem vagy rá készen? Igen. De attól függetlenül én csak olyan dologban vágok bele egyébként, és csak olyan dolog mellett kötelezem el magamat, ahogyan a Péter is mondta, hogy én tudom nagyon jól, hogy a saját kondícióimon belül én ezt képes vagyok teljesíteni, és én ezt meg tudom valósítani. Sok kicsi fokozatból épül fel az ember maga az individuáin. Azt vettem észre, hogy nem ismerjük saját magunkat. Amikor én elkezdtem, 43 évesen kezdtem sportolni, tehát nem volt ilyen szintű élmény előéletem. Ez döbbenetes. Nagyon nagy dolog volt önmagamra rácsodálkozni. Tehát én olyan valamit láttam, hogy korábban nem. Hogy másképp tekintettél magadra? Egy teljesen más ember voltál te, mint akiből egyébként megszületett belőled? Hát, hogy jé. Hát ez nincsen. Hát nem van belénk írva, hogy tudunk 240 kilométert futni egy nap alatt, vagy bármit. Tehát nincsenek ilyenek kódolva sem. Tehát amíg meg nem méretünk, addig nem tudjuk. A másik meg, hogy meg vagyunk mi ezzel fertőzve. Tehát a mai modern világ, az információáramlás, valahol folyamatos késztetést érez arra érzékenyeknek, hogy lássa, hogy tudja, hogy érezze, hogy vannak dolgok, amiket elérhetőek. Ugye én régen zongoráztam, és imádtam improvizálni. Ez egy szabadság volt. A repülőgépe is imádok improvizálni, és pont emiatt a szabadprogramokban általában jól szerepeltem, mert egyszerűen az eszköz, a repülőgép a részemmé válik, és érzem, hogy ő mit szeretne, és mit nem szeretne, és akkor ketten kihozunk abból valamit. És a gépet így uralni, hogy tulajdonképpen a levegőben három dimenzióban hömbölgünk, és piszkándozunk, és akkor az egy fantasztikus érzés, de ezt nem adják ingyen. Tehát ez óriási, és rengeteg gyakorlás kell hozzá, rengeteg szenvedés, mert ember idáig eljut, és ez csak úgy lehet, hogyha van egy cél, motiváció, verseny, arra felkészülés, és így lehet megszerezni ezt a fajta légbejártasságot, vagy repülőkészséget. Légbejártasság, ez nagyon jó. Amit uralni egy fantasztikus érdés, hogy a háromdimenzióban ott önfeledten hömbölgök, az egy nagyon klassz. Az Antarktiszon 1,5-2 éve kint voltam, 44 napig gyalogoltunk, negyed magammal, 917 kilométert, -20, -30 fokban, szembeszélben, hegymenetben, 90 kiló szánt húzva, és volt egy másfél nap pihenőnapunk, mert olyan időjárás volt, hogy egyszerűen biztonsági szempontból nem lehetett tovább menni, és akkor hát körülbelül az ember regenerálódik a sátorban, tehát eszik, és volt egy két óra, már aki tud regenerálódni ennyi idő alatt, mert ugye ez a másik zseniális képességetek, hát hogy nektek ez megy. Igen, aki ilyesmit csinálott, ez nyilván, ez már a genetika, mondjuk ez a része. Szükséges hozzá, igen, egy nagyon gyors regeneráció. És hát én egy darabig pihentem ott a többiekkel, aztán amikor egy kicsit úgy alább hagyott a szél, akkor én fölöltöztem, és kimentem, és futottam én egy másfél órát kint az Antarktiszon, mert hogy ott azon a területen biztos soha senki nem futott még, és akkor így a csapatban, meg amikor elértük a déli sarkot, ott el is terjedt, hogy így a norvégok, a biztonsági személyzet, a camp manager, meg mindenki fogta a fejét, hogy jaj, ez a magyar, igen, és akkor úgyhogy szerintem az kell hozzá, hogy az ember abba gondolkodjon, hogy lehetek még jobb, hogy tudok tovább menni, és amikor van egy kis üres járat, még akkor is arra még hogy tudok ráhúzni. Igen, a deka az többször visszatérő fogalom nálam, 2008-ban voltam először, nyeretlen, 2 évesként gyakorlatilag abban az évben tanultam meg úszni, és kezdtem a sportot. Félelmetes. És semmi nem volt megírva, és rákövetkező évben lettem világbajnok világcsúccsal, ami elég hosszú ideig fent állt. Tehát nagyon sok kérdés volt, most is keresem, hogy vajon az elmúlt 173 Ironman táv mennyire alakította át az emberben a világnézetét. 173 Ironman táv. Hát hány életre elégezte, Atya Úristen? Hát ez 11 év termése. Nagyon szép dolog, és az eredményesség szempontjából ultratilatonban én vagyok a mező legeredményesebb versenyzője a világon. Annyiszor álltam dobogón, annyi versenyt nyertem, és volt a pódium, hogy nagyon jó dolog. Egy kicsit mosolygok azért, mert mindig olyan lelkes amatőr vagyok, hogy tényleg szinte kisoldul a könny a szememből, hogy mennyire egyszerűnek látja az ember, és soha nem felejtem el megboldogult barátommal. Az első versenyen készültünk, és ugye akkor már nagy volt a múlt, mert augusztusban a duplát megcsináltam Banyáról, és túléltem, és azt mondta, aki, ha ezt túlélted, bármire képes vagy. És ugye elmégettünk a számokat, nézegettük, és mondja, hát ha odafigyelsz, akkor te ezt a versenyt meg is nyerheted. Én ez annyira valószínűtlen volt, és annyira hihetetlen volt. De érdekes, hogy az ilyen ad az emberben erőt, mert nincs kockázat. Tehát ezzel olyan termentősé is vált az ember, hogy csak játék. Hogyha én az egyszerű amatőr 41 néhány évesen, néhány évnyi tapasztalattal tényleg a világbajnok tudok lenni, akkor ez játék. De a cápariasztót miért kell levenni a lábadról? Mert az plusz súly. Na jó, plusz de a cápa jön? Tehát az igen, csak ez az adott szituáció, ez abból ered, hogy nem sokkal előtte találkoztunk karcárnyi delfinekkel, és azért a karcárnyi delfint a fehér cápa meglehetősen elkerüli. Tehát akkor úgy voltam vele, hogy amúgy is, mivel nagyon-nagyon rosszak voltak a lehetőségek úszás szempontjából, ezért döntöttem úgy, hogy így, hogy voltak karcárnyi delfinek nagy mennyiségben, illetve delfinek, hogy nem akartam kockáztatni azzal, hogy egy plusz súllyal abban a környezeti viszonyban még több időt el kelljen esetleg töltenem, ami a későbbiek folyamán pláne az egyik áramlatnál jelentőséggel fog bírni, és ezért meghoztam persze azt a döntést, hogy akkor azért, hogy én időben el tudjam érni azt a területet, ahhoz nekem úgymond mindenki ki kell dobálnom a gépből. Attila, te kimondhatjuk, hogy te már jártál vagy kétszer a túloldalon. Klinikai halál állapotából hoztak vissza tulajdonképpen. Olyan kimerem mondani, mert hiszen tudom az adatokat. Az élettel össze nem egyeztethető helyzetekből jöttél vissza, amire az orvosok is azt mondták, hogy ez képtelenség. Ez Mányoki Attila és az egészen elképesztő élni akarás, vagy ez szerencse? Gyűjtöm a születésnapokat. Oké. Extrém hobbi, de oké. Nem, én mindkét alkalommal én úgy gondoltam, hogy egyrészt szerencsém is volt, ahogyan az orvos mondta nekem, ugye rosszkor voltam rossz helyen, de én úgy gondolom, hogy ilyen jellegű erőpróbák előtt az ember, aki belevág egy ilyenbe, nála ugyanúgy ezeket a dolgokat minimum számításba kell venni, mert vannak dolgok, amit egyszerűen nem tudunk meghazudtolni. Tehát az, hogy egy ilyen vízhőmérséklet mellett, ilyen környezeti viszonyokban az ember teste akarva akkor is ki fog hűlni. Ezzel szembe kell mindenkinek. Így van, így van. Tehát a 12 fok az a úgymond a melegebb rész. És hogyha a hűvös részre bekerülünk, akkor az olyan 8 fok környékén van. És ugye most konkrétan itt kimondottan itt az északi csatornáról beszélünk, Írország és Skócia között. Én előzetesen is tudtam, hogy az adatokból, hogy biztos, hogy ez lesz a lehető legnehezebb számomra. Arra, hogy a testemet erre hogyan tudom egyáltalán felkészíteni, mert ugye nálunk pont ez a nehéz, hogy én is augusztusi időszakban mentem, amikor az ottani legmelegebb környezeti viszonyok vannak, de hát itt Magyarországon meg ugye pont az az időszak, amikor az egyik legmelegebb. És ugye az, hogy egy borzasztó meleg helyről egy nagyon-nagyon hidegre elmenni, és az, hogy ezt a szervezet miként tudja tolerálni, kezelni, ehhez kell az, hogy rengeteg előzetes felkészülés, plusz olyan jellegű munkáknak a beiktatása, amitől normál esetben egyébként bármennyire is furcsa, utálok fagyoskodni, de meg kell tenni. Tehát azért nekem az egyik nagyon jó barátom mondta, hogy a szerencse az erősek mellé áll. Nálam sokkal idősebb, tapasztaltabb hajósok mindig azt mondják, hogy akkor kell majd abbajni, amikor már nincsen félelem, mert akkor az ember már félváról veszi, akkor nagyon könnyen tud bajba kerülni. Tehát a félelem az egy szükséges kellék, ugye? Igen, igen. Nagyon... Amellett, hogy kellemetlen ez a gyomorérzés, de ugyebár az biztosítja azt, hogy az ember komolyan veszi a szituációt, hogy nem a játszótéren van kint, hanem itt tényleg, hogyha rosszul dönt, akkor másnap már nem fog létezni, és emiatt pedig jól fog dönteni. Én 2007-ben neveztem át párosban, először az Atlanti-óceánt, utána 2012-ben egyedül egy kenúval, szólóba. Ugyebár az már nem egy kétkabinos, az már csak egy kabinos, nem ketten voltunk, egyedül voltam, tehát így próbáltam minimalizálni a helyzetet. És nekem többször előfordult a vitorlás utaknál is, hogy mi lehet az a minimális eszköz, amivel még végrehajtható egy óceán átkelés, önerőből, saját erőből, tehát egy abszolút alapszintű expedícióval. És hát így jött az ötlet tavaly, egy nagyjából másfél éve, hogy egy nagyméretű szőrdeszkán, tehát ma már nagyon trendi, meg ismert, hogy az ember szuppozik, száppozik, ki hogy mondja. Tehát állunk egy kvázi egy szőrdeszkán, és elvezünk. És én ebbe találtam meg azt a minimális dolgot, hogy ezen már nincsen kabintető se. Aminek az érdekessége amúgy szakmailag, hogy amikor az ember átevezze az óceánt, vagy átevezi, és mondjuk 50-60-70 napig kint van a nyílt vizen, egyedül csapatban teljesen mindegy, bár amikor nagyon agresszív az időjárás, nagyon brutális a természet, mert ilyen, mert olyan, mert azért néha nagyon komoly tud lenni az időjárás, akkor az ember bemegy a kabinba, bezárja a kabinajtót, és a hajó sodródik, és gyakorlatilag passzívan vesz részt az expedícióban, nyilván úgy is halad, meg a cél felé viszi az áramlat, meg a szél, de gyakorlatilag passzívan vesz részt. És egyszerűen érdekelt az, hogy milyen, amikor aktívan, tehát az embernek nincs meg ez a luxusa, hogy elbújok a viharban, elbújok a 40 fokos nap elől, elbújok a szél elől, meg a minden elől, hanem ténylegesen végig küzdeni az egészet. Hát de ott se alvás, se semmi, hát ez hogy? Hát ez a kihívás benne. Úgyhogy ami csak az érzés, hogy amikor a szóló elvezésem megvolt, és átértem a túloldalra, a Karibra, elég sok hát ez nem csak Magyarországról volt érdekes, hanem mindenhonnan máshonnan is, hogy na, megvan a világ első óceán átkenúzása, és akkor jött utána rá a következő dolog, hogy ja, hogy egy magyar csinálta, tehát itt nincsen tengerpart, na, és utána lett bepozícionálva a dolog. Úgyhogy én írtó érdekesnek látom, és hogyha Feri mondta egy játék, hogy meg lehet mutatni azt, hogy a nagyhajós expedíciós asztalra leteszünk egy olyan nemzetközileg elismerhető eredményt, ami egy abszolút szárazföldi, kvázi kicsi országból, ahol nincsenek előszele, nincs ez így megküldve hátulra, hanem ez csak így, az ember gondol valamit, és akkor ugyanez, hogy amit a fiataloknak szoktam mondani, hogy a határainkat, azokat mi szabjuk meg, és hogy valaki egy kicsit arrébb rakja a határokat, akkor el lehet menni arrébb is. És az, hogy éppen mondjuk nincsen vízpartunk, és amúgy az lenne logikus, hogy akkor nem hajózgatunk, azt nem biztos, hogy tudomásul kell venni. Mit zavar téged, vagy bárkit is? Így van. Sharity. Think wise. Share smart. Viszonylag sok előadást tartok, és 10-12 éve van egy ilyen karitatív vonalam, hogy középiskola, nagyrészt egyetemeken, de most már többször volt, hogy óviba elmentem, és hogy nyilván egy óviba más mesél az ember, mint egy egyetemi előadáson, de megpróbálok abból a sok mindenből visszaadni, amit én átélek, és ez van, amikor ez csak egy egyszerű élménybeszámolás, cápa, bálna, vihar, déli sark, hóvihar, de van, amikor ez így sokkal inkább, ha olyan a közeg, és egyre inkább, én azt látom külön a fiatalokban, hogy egyre inkább ilyenek, tehát egyszerűen akarják az információt. Tehát mondjuk 10 évvel ezelőtt még nem nagyon mertek kérdezni, holott korosztályban közelebb voltam hozzájuk. Most már úgy van, hogy a rendelkezésre álló időnek csak a felét tarthatom előadásom, a többi az mindig kérdésekre válasz. És gyakorlatilag van ennek egy olyan üzenete, hogy én ugyebár a 6 óceán átkelésem, 2 átevezésemmel, tehát itt azért nincsen, Magyarországnak nincsen tengerpartja, nincsen óceánpartunk, és mégiscsak át lehetett tevezni az óceánt, még világrekordidő alatt. Innen a Kárpát-medencéből. Innen a Kárpát-medencéből, úgyhogy előtte sose láttam az óceánt, úgyhogy nem építettem előtte hajót, de építettünk hajót, és utána, nem tudom, díjakat kapott a hajó, amerikai évkalandja díjat, meg minden egyebet. Úgy ki lehetett jutni az Antarktiszra, hogy azért általában olyanok jutnak el az Antarktiszra, akik kb. Síléccel születtek a lábukon, ez egy sí-expedíció. Én előtte fél évvel csatoltam életemben először sílécet a lábamra. Általában sikeres Everest-mászók készülnek. Nyitottak a fülek? A és nagyon nyitottak, mert ezzel megtalálod velük a kapcsolatot, mert ugyebár mindenki, főleg a vidéki iskolákban ott az van, hogy persze, ha Pesten lennék, persze, ha a szüleim, persze az iskolám, persze, ha magasabb lennék, és ez most nem csak tanulmányokban, de sportnál egyből elkezd kombinálni. Persze, mindig van valami kifogás, ugye? Amit... Így van, és akkor föl kell építeni egy kapcsolatot velük, utána pedig az összes ilyen kifogást rá kell zúzni, hogy ezek nem kifogások, ezek nem léteznek. Ami meg ténylegesen létezik, mint mondjuk az esetemben, hogy át akarok kelni az óceánon, de nincs hozzá hajóm, akkor lehet hozzá építeni egyet, és azokat pedig meg kell oldani. És átmegy, tehát de látszik, hogy átmegy, és utána jönnek vissza az üzenetek, hogy nem tudom én most a helyi egyesületben, vagy a fociban, és akkor egy kicsit jobb, és oda teszi magát, és akkor már is több értelme van az, amit ott küzdünk. Ez, amiről beszélünk, ugye, hogy ez sokkal messzebbre mutat, ez messze nem öncélú. És hát arról nem is beszélve, hogy az én olvasatomban a ma sokszor használt és amúgy elkoptatott kifejezés végül is ide passzol sokkal inkább, hogy influencernek itt vagytok ti. Tehát hatást kifejteni. Hál' Istennek erre a generációra, ti hitelességettel itt vagytok ti. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy számoltátok a Sharity rovatban. Sharity. Think wise. Share smart. Tudják, itt a Csisztu Sportcastben nem csak az a fontos, mi hangzik el, hanem az legalább ennyire lényeges, hogy ki mondja. Csak hitelesen. Kövessék a műsoraimat a Csisztu Channel YouTube csatornán és a podcast felületeken is. Találkozunk legközelebb. Viszlát! A műsor partnerei a Sharity, a Viktória Varga és a Zema Porcelán Ékszerház. A helyszínt a Haris Park biztosította.